üdvözlök, ismételem mindenkit. Látható épp, mit is csinálok. Felséggel edzem az agyamat, azzal, hogy nem nézek tévét, se filmeket, se sorozatokat. Mert mind-mind ez a butítás eszközei. Hogyha ön buta akar lenni, akkor csak nézze a tévét, filmeket, a sorozatokat, egyéb más szórakoztató ipart, valójában manipulációs eszközök a hatalmi szerveknek. Ja, akkor egy vonat is. Hát látni, mind-mind ilyen szervezeteknek a művei. Ellenük nem lehet tenni, de az ellen tehet, hogy ne legyenek befolyásolva. Fogják meg, és dobják ki a tévét a szemétbe. Szabaduljanak meg egyéb más ilyen kábel műholdas szolgáltatóktól, mert egészségtelen dolog. Gondoljanak bele, mennyi sok időt elvesz a maga tévé nézés. Önöktől nem csak az, ez érdekes volt olyan 2000-es években a maga tévé, most inkább az interneten való online tartalmak nézegetése. Nézzük más valakit, mit is csinál, mit mond, és elszorakoztatod magadat vele. És nem törődesz avval, hogy az idő múlik. Milyennyi sok mindent meg lehet tenni abban a percben. Például egy film. A tévében te van reklámokkal. Olyan egy film átlagosan 3 óráig tart. Vagy tovább a reklámok miatt. Nézzük azt, hogy számítógépen vagy mobiltelefonon lenéz egy filmet reklámok nélkül. Ilyen tele oldalakkal, amik te vannak reklámokkal. Egy és fél óra múlik el, aztán megnézem a következőt. Mi is történik? Nincs szünet? Károsan, mint a tévé, reklámok vannak, kb. Egy reklám idő a tévében tartani 5-10 percet. Annyi idő, kimegy, rájut cigarettázni, iszik pálinkát, vagy egyéb más minden, vizet, visszamegy. Pihentette az agyát, nem úgy pedig, mint a interneten nézi. Ott maga nem pihenik, nem pihenteti magát, abszolút. Nem, gyorsan megnézi adott média tartalmat, majd jött a következő. Mind a kettő esetben, mind a két eset káros. Melyik is a károsabb? A tévé, vagy pedig az interneten való filmek, sorozatok nézegetése? Hát, azt hiszem, hogy mindkettő egyformán káros. Annyi sok csatornát adnak le, annyi sok film van, lehet váltogatni, kedvszerűen nézegetni, mit is akar nézni, és nézi. De ön ezzel nincs tisztában, hogy mi is történik, amikor hosszan figyel ilyen média tartalmakat, mennyire fárasztja az agyat, a szemet. Nem csak az agyat teszi tönkre, hanem maga a szervezetet. Csontritkulás, bénulást okozhat, minden leépül egyszerűen a szervezet, mert a normál egészséges élethez napi
egy orosza. Futás kellene. Nem séta, hanem futás. Még erőmunka. Még azért értek nagyon sokáig, mert jó sokat dolgoztak. Nem annyit ettek, annyi húst. Káros anyagokat. Nem, dolgoztak. Jártak, nem pedig feküdtek, le vagy leültek. Hiába fejlődik az orvostudomány. Mint mindig, nem fejlődésnek van kárja. Hiába rendbe jössz, melyik operálnak. Minden. Ennyi. Aztán meg mismét beteg lesz. Betegséget nem tévénézéssel kell megelőzni, hanem ilyen mozgásabb, aktív testmozgás, agytréningek, olvasás, egyéb mással, nem pedig virtuális szolgáltatásokkal, nyújtott élvezetekkel, hanem máshogyan is meg lehet oldani, nem pedig úgy, hogy először is el lett mondva már, nem is értem saját önmagamat, az túlságosan unalmassá válik. Mit is kellene tennie? Mind-mind ez egy rászoktatás, amit a szülők leszoktattak a gyermekre. Mit csináljon a gyermek, a sír, rácsolja a tévét? És a gyermek a maga a tévé mellett nő fel. Neki ez tisztára normális dolog. A tűnik, hogy hazaér, bedolgozza a munkát, legyen pénze neki, aztán mit csinál? Elmegy a kocsmába, aztán meg felcsavarja a tévét, és nézi. Vagy a filmet. Ez már egy globális betegség maga a tévénézés. Meg az interneten való filmek, sorozatok nézésre. Ezzel ám úgy lehet tenni. Megfogja, és kidobja a tévét a szemétbe. És már is már fittebb életmódot él. Köszönöm a figyelmeteket, és ismétlen szevasztok!